miket lehet tudni a szebeni magyarokról, akiknek egy ilyen régi temploma van. Így van. Egy románkori templom, ami legalább a 13. században épült eredetileg. Hát szebeni magyarok székelyek, erről már átpárkori források szólnak bizonyos értelemben. Szerintem általad is ismert, hogy elég sok helynél van itt a későbbi szász település területen, és a mai Szeben megyében, vagy akár Brassó megyében. A települések nevének jó része nem szász és nem román, hanem magyar. És ezek a korai nevek, amik egyszerű földrajzi közszóból jönnek. Szakadát, a legjobb példa, odébb a Felek, a Fenyőfalva, a Hortobágy, a Földvár, a Veresmart. Tehát ezek mind olyan beszélő nevek, azt lehet mondani, amelyek egy-egy környezeti adottságot írnak le, és ezt valamikor a magyar székely lakosság adta ennek a területnek, és biztos, hogy a megtelepedésüknek a korai fázisában. Tehát ilyen jellegű helynevek késő középkorban már nem keletkeznek, hisz akkor már rég van ott egy lakosság, aki a saját helynév adása alapján leírta a környéket. Tehát ezek mindig egy adott terület megtelepedésének a legelső fázisából származnak. Magyarul ezek a helynevek igen koraiak és magyar eredetűek. Tehát ez azt jelenti, amit a történelemkönyvek is írnak, hogy a szász betelepítés előtt volt Dél-Erdélyben egy magyar lakosság, amelyik itt Szeben környékén helyneveket adott. Amelyik helyneveket adott. A szakadátiak ezeknek a leszármazottai, vagy sem? Jó kérdés. Erre sajnos a történettudomány, legalábbis én itt most, mint jelenlegi képviselője, nem tudok sem egy határozott igent, sem egy határozott nemet adni. A szász megtelepedés előtti korszakról egész szászsebes, szászhorbó, kelnek, meggyes, és keleten eljuthatunk egészen akár Darócig. Vannak a szász templomok alatt olyan templommaradványok, amelyekről egyértelműen a jellegük alapján és az ott feltárt mellékletek alapján a régészek már korán megfogalmazták, hogy ezek nem a szászoké, hanem egy olyan lakosságé, aki előttük itt élt. És ezeket hát óvatosan a korábbi magyar székely lakossághoz lehet kötni, hisz a helynevekkel így lehet összekapcsolni a dolgot. És visszakanyarodva a dologhoz, akkor az írott források is valamilyen szinten nyilatkoznak erről az árpádkori székelységről. Egy folyamatnak sajnos a legvégén, a 13. század elején, mikor itt már vannak szászok, de még vannak székelyek, vannak még besenyők, és vannak már románok is. A legelső ilyen adat 1210-ből ered, amikor egy későbbi forrás említi a század közepéről, Ivachin, szebeni ispán, bolgár földön harcol, az ottani bolgár cárt segíti meg egy hadjáratban. Kik vannak a seregében? Székelyek, besenyők, szászok és románok. Tehát ez egy annak a kornak a reliktuma, amikor már a szászok is itt vannak a területén, de még mind ezek a népcsoportok, amelyeknek egyrészt a besenyőknek, székelyeknek egyértelmű határvédelmi szerepe van itt még Dél-Erdélyben, még itt élnek, valószínűleg nagyobb tömbben. Igazából az ő életüket itt az Andreanum, és ez egy kulcspillanat, az Andreanum 1224-ben számolja fel. Tehát az Adrianum a szászok kiváltságlevele, igen, magyarul. Igen. Elrendeli ebben a kiváltságlevélben, hogy Szászvárostól Barótig egy nép, egy föld legyen, és őket hatóságilag mind a szebeni ispán alá rendeli, sőt, még azt is kimondja, hogy mindenféle más tisztségviselőnek és hatóságnak, akiknek korábban itt illetékessége volt, akár besenyők, akár székelyek fölött, ez megszűnik. És hát ez egy kulcspillanat, mert utána itt egy szász autonómia, amit szebeni jognak ismernek a későbbiekben, fog érvényesülni, és az itt lakók egyszerűen ennek alávetett cselekvői, az itt lakó besenyők, székelyek és a románok is. Azt kell megvizsgálnunk, hogy egy ilyen közösségben vajon egy ilyen nagy tömbben egy kis közösség, egy falu lakossága mennyiben tudott megmaradni 800 éven át, vagy még tovább, mennyiben tudta nyelvét, szokásait megőrizni, hisz autonómiát legfeljebb alsó szinten kapott. Nem tudom ilyen mélyen ezt végigkövetni, erre nincsenek adatok, de nyilván a helyi székely magyar közösség is megkapta azt a jogot, hogy szabadon
bírót válasszon a faluban, és szabadon papot válasszon. De felsőbb szinten már a szebeni százszék és már a szebeni préposzságnak volt alárendelve. A középkori világ nyilván egy zártabb világ, de még akkor is a 21. századból visszanézve ez egy valóságos csodának tűnik, nem csak a 13. századig, nem csak az, hogy esetleg a késő középkortól, hanem az, hogy egyenesen a 13. század elejétől egy magyar közösség fent tudott volna maradni. Jelzem, hogy ez még a késő középkori esetben is így van. No, viszont így van. Tehát a jelen példa ezt mutatja. És itt ez a templom, ami legalább 7-800 évvel ezelőtt épült. Itt van ez a templom, amely, és itt egy kicsit akkor a folyamathoz közelebb jutunk, hogy ez alapvetően egy szász jellegű templom, ami azt sugallja a kutató számára, hisz nem csak történelmi írott források vannak, régészeti adatok és helynevek, hanem itt van egy neves műemlék, ami mégiscsak azt sugallja, hogy ezt a székely magyar tömböt a 13. század folyamán egy szász lakosság úgy néz ki, hogy magába szippantja, és valószínű, hogy a késő középkori török betörések hatására ez a szász közösség is felmorzsolódik, és a történettudománynak a másik álláspontja szerint történik a 15. század folyamán, vagy inkább a végén egy újra település magyarok székelyek által, akik ezt a templomot, ezt a szász jellegű templomot megöröklik. Inkább hasonlít a szászföldi templomokra, mint a székelyföldiekre? Erre igen, gondolsz? Ez teljes mértékben így van. Ilyen jellegű templomot Székelyföldön ma állva nem ismerünk, tehát egy bazilikális típusú templomról van szó. Itt jövünk el a déli oldalán, és ezek a falak egy elbontott mellékhajónak, tehát egy három hajós templomról beszélünk. Ez egy az elbontott déli mellékhajónak a falmaradványai. Itt látjuk ezeket az árkádokat, ezeket az árkád íveket, amelyeket később befalasztak, mikor elbontották a mellékhajót. Tehát rá van írva egyszerűen a templom oldalára az építés története, avagy a fejlődés története. Hát sorban látjuk egészen a toronytestig el ezeket az elfalazott árkádokat. Miért szűkítik le a templomot? Volt egy ilyen háromhajós templom, abból lett egyhajós. Hát ehhez a történeti folyamatokat kellene ismerni, lehet, hogy valamikor szűknek. Nem egyedüli, Darócon jártunk együtt, ahol ugyancsak láttunk ilyen példát. Aztán később érdekes, ezt a karzattal igyekeznek, tehát a történelemnek a pulzálásáról beszélhetünk, persze egy statikai okok is, meg egyéb is közre játszhatott, de túl nagy volt nekik egy adott pillanatban, lebontották, aztán lehet, hogy újra megint kicsi lesz, és akkor újra próbálják a belső teret növelni a későbbiekben. Értem. Hát, menjünk be? Menjünk be, kerüljük meg a templomot, és ezt próbáljuk akkor követni, hogy lássuk a nyugati oldalát, hisz érzésem szerint itt még komoly látnivalók akadnak, kívül is és belül is. Tehát a nyugati kapu az itt önmagáért beszél, szenzációs. Gondolom. Ezek még akkor az eredeti 13. századi bejárat kéne legyen? Teljes egészében és bizonyosságában az egykori képet tükrözik, egy félköríves lezárózású, bérletes hengertagokkal ellátott ajtókeretről van, és hadd tegyem hozzá, hogy ismét ez az, ami kimagaslóan a szász jelenlétet erősíti. Székelyföldön ennél jóval szerényebbek a mi templomainknak a nyugati kapujai, a nyugati portáljai, sőt, még ezek a gazdagon kiképzett bejáratok a kegyuraknak is a jelentőségét sejtetik, Szászföldön kik a kegyurak, a gerébek. Tehát óvatosan, bár nem ismerjük a középkorból ezeket a gerébeket, akik itt voltak, itt lehettek, óvatosan ebből a művészettörténeti vagy építészettörténeti remek műből ez is kiolvasható, és majd még a karzat során erre érdemes visszatérnünk. Tehát nem csak egy falusi közösségnek a temploma ez, hanem egy komoly anyagi lehetőségekkel rendelkező földesúr is. Igen, hát földesúrnak nem földesúr, hisz a szászok, akár csak a székelyek, a földesúrat maguk közt nem tűrték, ezt a jog nem hagyta jóvá. Azok csak közigazgatási... Azok elsősorban közigazgatási és katonai tisztségviselők, viszont módosak, tehát megtehették azt, hogy önmagukat reprezentálják, hisz ők voltak a falu vagy a közösség
kimagasló képviselői ilyen formán is a templom és a közösség életébe beleszólhattak, hogy a templomukat ilyen formán képezték ki, sőt, a templomban külön ülőhelyet, nyugati karzatot képeztettek ki maguknak, ahol külön a közösség fölött foglaltak úgymond helyet. Tehát mindez benne volt a szász jogban is, hisz elvileg ők egyenlők voltak az egyenlők között, de módosabbak. Egy kicsit egyenlőbbek. Kicsit egyenlőbbek. Visszatérve a kapura, hát ennek igazából itt a környéken vannak közvetlen párhuzamai, Felek, Holcmány, Kisprázsmár, és nyilván nyugatabbra is már a Szászföldnek a nyugati peremén, ahol ezek a béletes, hengertagos kapuzatoknak az oszlopai, és természetesen Darócig elmehetünk, már többször elhangzott Daróc, ahol akantuszos, leveles oszlopfők díszítik a kapubejáratot. Közte, hát ezek már eléggé tönkrementek, az idő vasfoga végigment rajtuk, különféle emberi vagy szörny alakokat láthatunk, ezek nyilván bibliai történeteknek a megfaragásai, a kiképzései, nem tudnám én ezekből most pontosan kiolvasni és nem ismerni, kockáztatni. Itt talán egy madár alakot látunk lefelé, de mindegyik alaknak már a magyarázatát talán ebből az állapotból nem merném kiolvasni. Hát, toronyaj, egy boltozott toronyaj, már érkeztünk, ez középkori tornyoknál, nem csak Szászföldön, hanem még a Székelyföldön is így szokott lenni. Kétméteres fal. Igen, hát ezt a tornyot valaminek kellett tartania. Ez a karzat, ez érzésem szerint későbbi, tehát ez a barokk átépítés utáni. Igen, volt még a templomnak egy olyan időszak, amikor újra kellett növelni a befogadó képességét. Más helyen is van példa, így oldják meg, hogy nem csak egy nyugati karzat, hanem két oldalt is végigjön. Na és hát akkor mégis csak a korábbi a templom építés történetének a korábbi részeit belülről látjuk az árkádokat, amik szerencsére nincsenek ilyen mélységben elfalazva, tehát belülről a bazilikális jelleget nagyon jól tükrözik, és ezek azok az eredeti négyzetes pillérek, nem ezek, ezek a barokk pillérek, amik fővennek a mennyezetig, hanem a háta mögött levő négyzetes pillérek, amik az árkádokat tartják, és a főhajó mellékhajó tereket megosztják. És az a falazás, amit kint is láttunk? Az a falazás, csak itt természetesen le van vakolva. A bazilikális jelleget ez a barokk átépítés egy kicsit azért átírta, ezt jól lehet érzékelni, ez a fiókos donga boltozat, egy 18. századi végi boltozat. Valószínűleg a templomnak korábban sík mennyezete volt, nem tudunk arról, hogy a gótikában beboltozták. Kerenga és deszka mennyezet, amin jó, akármilyen díszítés lehetett, akkor szokványos díszítése, erről nyilván nem tudunk semmit. Egy érdekes, és ez alapján mondják, hogy patkóíves volt a szentély záródás. Látjuk ezt az ívet, ahogy tehát nem félköríves, a deszka mutatja a legjobban. Jó. Mert a fehér vakolt fal egy kicsit lehet, hogy most a fényviszonyok nem engedik meg, de a deszka kivágás ezt nekünk mutatja. Tehát nem ide jön vissza az a fal, hanem erre mondják, hogy patkóíves záródású szentély. Az oltárat az egy barokk oltár, egy viszonylag egyszerű oltár, a középkori oltárnakról nem tudunk. Az ott a szentségtartó fülke lehetett katolikus időkben? Valószínűleg igen. Ezek itten falkutatásnak a nyomai? Igen, szakmai zsargonnal falkutató ablakok, amelyen keresztül a falkutató próbálja azt kutatni, hogy eredetileg a templomnak voltak-e falfestményei. Itt éppen, ha figyelmesebben szétnézünk, nem látok kirívó olyan elszíneződéseket, itt egyáltalán nem, a többi részt is ott sem nézve. Nagyon. Nem igazán, holott azért tudjuk, hogy a középkori templomaink jó nagy hányada festve volt, ennek meg volt a vallási és liturgiai funkciója is volt egyaránt, hogy a templomokat kifestették. Magyarán szakadáton is így kellett volna lennie, hogy ezt most miért nem látjuk a falakon, ennek több magyarázata lehetséges, vagy már elpusztultak korábban, vagy ezek a kutatóablakok nem reprezentatívak, hogy így mondjam, hogy ezt bemutassák. Szerintem érdemes
torony fele elmennünk, és majd a toronyba fölmennünk, ha nem is a harang szintig, hanem a karzat szintjéig, ahol egy érzésem szerint egy érdekes jelenségnek még a maradványait láthatjuk. Nézzük meg. De érzésem szerint vannak benne érdekes látnivalók. Hát ismét egy szász jelenség. És pedig? Ezek a szűk falba épített feljáratok, ezeknek természetesen védelmi jellegük is van a maguk idejében, de itt egy más funkciót is magában rejt ez a szűk feljárat, ami a torony belsőn keresztül visz valahova. Valamelyest átépítve, de azért őrzi az eredeti funkcióját. Igen, valamikor magasabb volt, itt nagyon jól látjuk ezt a lezáródását, tehát az eredeti középkori lezáródását, és igen, itt látjuk egyből, amire fel akartam hívni a figyelmet. Egy elfalazott boltív? És ez mire volt jó? Egy elfalazott nyílás, ami a karzatra vezetett át. Magyarul a kegyúr innen közelítette meg a templomi karzatot, nem a templom belsejéből, hanem a torony falba épített lépcsőn keresztül. Van ebből ismét Szászföldön, erre vannak analógiák. Ez nyilván az újkorban megszűnik. Felszámolják. Itt boltozva is volt valamikor az első emeleti toronytér. Jól látjuk a kiszedett köveket, ugye? Itten. A sarokból, ahogy indul egy boltozat, és minden oldalra látjuk az ívét. Hát ez a betonkoszorú, ez sajnos ez jóval elrontja az egykori képet, de hát ez is történelem, hogy így fogalmazzunk. És egy szinttel akkor feljebb jöttünk, és igen, itt vagyunk a fedélszéknek a szintjén, egy kis kanyarral, és hát mivel, hogy említettem a fedélszéknek az esetleges információ értékét, bekukkanthatunk. Elég nehéz a megközelítése, és az újkori beavatkozásoknak köszönhetően, hisz ez teljesen beton. Itt óvatosan, hisz egy boltozat fölött vagyunk, újkori fedélszéknek a részei, és hát a déli vagy északi oldalt nézzük meg, én ott nem látszik a falon a vakolás, amit említettél. Igen. Na, hát erről van szó, igazából erre voltunk kíváncsiak. Az én pehely súlyomat elbírja ez a boltozat. Igen, erről a vakolatról van szó. Mit jelent? Ezen a magasságon helyezkedett el a román korban, a 13. század végén. Ha csak vissza nem bontottak azóta belőle, de nem hiszem, hogy visszabontottak volna. Ezen a szinten helyezkedett el az a sík mennyezet, ami a templom főhajója fölött volt. Aztán a boltozatot, nyilván a boltozat hát a barokk korban magasabb, de a boltozat vállak alacsonyabbak, úgyhogy ez bekerült a fedélszék belsejébe. Na hát meg is tudtuk, amit szerettünk volna itten fent. Itt újra a nyugati oldalon. A padlásra azért a pókhálókat leszettük. Valakinek le kell ezt is szednie időnként, és nem sűrűn járnak a helyiek, nincs miért fent járjanak, hát ez egyszerű történet. Szenzációs ez a bejárat. András, ilyen 100 beütésű korai templomot, amit mondjuk most a magyarok használnak, még tudsz itt a környékről? Hát nem igazán. Szebenszék területén, az egykori Szebenszék területén, ha szétnézünk, nem nagyon van párja, esetleg Vizaknát lehet megemlíteni, bár egy kicsit speciálisabb a helyzete neki, hisz ott közös szász és magyar használatról beszélünk. Ettől keletebbre a régi Kőhalomszék területén van még néhány példa. Halmágy vagy kóbor példáját említhetni. Thank you.